Tamás, hányszor, amit ez az úr mélységes szégyen. Miről beszélünk Tamás, akkor? Maga Tatár Zoltántól azt a mondatot idézze, hogy én nem voltam hajlandó neki jelöltet adni. Arra panaszkodik Tatár Zoltán, hogy én nem adtam neki jelöltet. Akkor milyen passzírozásról beszélünk? Konkrétan nekem azt írja, hogy Kecskés Fanni nevét polgármester úrtól csupán a közgyűlés előtti napon kaptam meg. Hát akkor de miről beszélünk, hogy nem adott jelöltet? Itt levelet... írja, hogy előző nap ezt Tatár a hölgyet önjelölte. A legelejét olvasom akkor... már föl hangosan, Tamás. Olvasom föl azt a részt, ahol panaszkodik arra, hogy én nem adtam neki jelöltet. És nem fogom itt keresgélni. Az a lényeg, hogy ezt a... De most a hölgyet, a Fannit ön nyomta be a bizottságba, vagy nem? Dehogy nyomtam be, most akkor mondtam el. Hogy került a bizottságba? Bocsánat, így volt, ahogy elmondtam, jó? Tehát nem az... nyomta be, de ön szólt a jegyzőnek, hogy rakja be. Én elmondtam neki, hogy abban a formában nem vagyok hajlandó ezt megszavazni. És hogy került oda a Kecskés Fanni neve? Ő azt állította, hogy nem tud nem Fidesz. Azért ezt az öt vérfideszes jelöltet támogatta, mert nem tud egyetlen egyet se, aki nem ilyen. Ennentől kezdve én adtam neki egy nevet konkrétan. Hát akkor csak adott egy javaslatot. Akkor most miért tagadja? Kérésére adtam egy nevet, aki nem vérfideszes. De nem azt mondta, az előbb azt mondta, nem adott egy nevet sem, most meg azt mondja, hogy adott. Leírta most... Tatár Zoltán, hogy nem adtam. Hát, bocsánat. Hát dehogy ne, hát most itt adott. De, bocsánat, tehát most miről beszélünk? Tehát összeállítottak nem, ad, nem adott, de adott, Tamás, mint az egyszerű lány, aki jött is, meg nem is? Vagy Tamás, hogy van ez Tamás, akkor? Tamás, le van írva. Hát le van írva, hogy a Kecskés Fanni önjelölte. Ott kezdődik a dolog, hogy a jegyzőnek kellett összeállítani. Ő összeállított öt nevet. Ő összeállított öt nevet, amiben csak fideszesek voltak. Jó? És azt állította, hogy ezt azért állították így össze, mert én nem adtam nevet. Jó, tehát nem adtam. Utána, amikor én jeleztem, hogy én nem tudom ezt így elfogadni, és nem tudom megszavazni, mert ez csalás, ilyen nem lehet, ez törvénytelenség, akkor azt állította, hogy senkit nem tud, aki elvállalná, aki nem fideszes. És akkor segítettem neki azzal, hogy fölhívtam az ügyvédemet, és megkérdeztem, hogy tud-e olyat, aki esetleg elvállalná ezt, és ő ajánlotta a saját lányát. Ez nem bepasszírozás, ez pusztán annyi, hogy arra azt cáfoltam Tatár Zoltánnak, hogy nincs olyan nem fideszes, aki elvállalná. Ő azt állította, hogy nincs. Egyszerűen nincs olyan nem fideszes ebben az egész városban, aki elvállalná, vagy talán az országban sem, aki elvállalná azt, hogy Lázár János körzetében választási bizottsági tag legyen. Ezt cáfoltam neki. Erre azt az egy nevet, amit én fölhoztam, azt ő megválasztotta. A tiszteletben, köztiszteletben álló tanárnőnek az esete is, ő azt csinál, mintha én azt a nevet kitúrtam volna. Hát bocsánat, öt névből nem én választottam, hogy ki legyen és ki nem. Semmilyen nyomást nem helyeztem, ezt ő is pontosan leírja. Azt ő állította össze azt az öt nevet. Az, hogy éppen ezt a tanárnőt tette ki, egyébként nem tette ki ráadásul, mert póttag lett, az az ő döntése volt. Tehát én ebben nem szólok bele. Jó? Én csak azt mondtam, hogy azt én abban a formában nem voltam, nem lettem volna hajlandó elfogadni. Önöknek is, nekem is az a feladatom, hogy azt a listát megszavazzuk. Amikor csak fideszes tagja van az öt tagnak, az törvénytelen, az disznóság, az korrupció, az választási csalás. Azt nem lettem volna hajlandó megszavazni. Erre Tatár Zoltán hajlandó volt módosítani ezt. Jó? És tőlem kért egy olyan nevet, aki nem, legalább egy olyan nevet, aki nem fideszes. Én adtam neki egy ilyen nevet, de nem azt mondtam, hogy azt kell neki kötelezően beadnia. Mondom, ő azt állította nekem szerintem valótlanul, hogy nincs olyan az egész országban, aki elvállalná ebbe a bizottságba a tagságot, és nem feltétlen, elkövetlen, gátlástalanul Lázár János akaratát végrehajtó személy. Én azt mondtam, hogy van ilyen. Egyébként Kecskés Fanni akkoriban egyáltalán nem volt semmilyen köze a mozgalmunkhoz, és a többi azóta nagyon örülünk neki, hogy valóban még most a vasárnapi ételosztást ő fizette. Tehát ő a szegényeknek valóban, amikor mi megszerveztük az ételosztást, ott van, segít, anyagilag is támogatja, nagyon hálásak vagyunk neki. Jó? Akkor zárszónak még két mondat. Ettől még ő pártfüggetlen, szeretném mondani, mert semmilyen pártnak nem tagja. Állítása van szembe egymással. A volt jegyző úr azt mondja, hogy ön nyomást gyakorolt rá, hogy a támogatóját berakja. Ön tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna rá. Ennek értelmezésében azzal segítenék, hogy amennyire én tudom, a volt jegyző úrnak nincsenek bukott perei hazugságért, önnek viszont vannak. Így mindenki hosszabb, hogy kimond igazat. Nézze, nagyon büszke vagyok arra, hogy én mindig igazat mondok. Tehát amikor például arról, bocsánat, tévedni tévedek, ez természetesen igaz. Zaid Nafát szegényt összekevertem egy másik bűnöző terrorista támogatóval, aki nemzetközi körözés alatt is áll. Ez sajnálatos tévedés volt. Ettől még az Orbán Viktornak egy nemzetközi körözött iszlamista terroristával való vacsoráját a Zaid Nafa szervezte meg Zaid Nafa házában, és a nemzetközi körözött terroristának az összes cége Magyarországon ennek a Zaid Nafának a házába volt bejegyezve. Én azt gondolom, hogy ez egy ártatlan tévedés, hogy én őt nemzetileg körözött iszlamista terroristának neveztem, miközben a terror elhárítási központ átvilágításán megbukott.
Tehát szerintem őt lehetett egyébként erőstának nevezni, de nem volt nemzetközi körözés alatt. Tehát ilyen tévedéseim előfordulnak valóban. De még egyszer, abban megbízhat, amit én mondok. Jó? Szemben ezzel mások sajnos folyamatosan hazudnak. Hát itt van olyan, aki nem sorolom föl, hogy milyen átlátszó hazugságok vannak, megtartjuk a rezsicsökkentést, meg nem nyúlunk az ástopokhoz, meg ilyenek. Ezek durva hazugságok voltak. Igen.